szerelve. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban. Zenei nevelési programja mára már a Kárpát-haza magyar családjainak közös kincse, amely a közös éneklés és játék örömét kínálja a Vedd, ülj, ringasd, énekelj üzenetével. Nagy boldogsága, hogy foglalkoztatóira ma már azok az édesanyák viszik kicsinyeiket, akik annak idején maguk is kisbabaként vettek részt rajtuk, saját, ma már nagymamává átminősült édesanyjukkal. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem Gró Ilona, a Ringató program alapítója, művészetpedagógiai és nemzetközi Forrai Katalin díjas zenepedagógus. Szeretett babázni kiskorában? Szerettem. Én nagyon sokat játszottam babákkal, a barátnőimmel öltöztettük őket. Cipős dobozból babaházat rendeztünk be, szép volt. Énekelgetett is nekik? Most ez lehet, hogy rossz válasz, de őszinte nem énekelgettem nekik. Én óvodába se jártam. Engem mindenki békén hagyott és szeretett. Szerettek a szüleim, nagy békességben éltünk otthon. Egyszer? Igen, otthon volt az anyó, úgynevezett háztartásbeli volt, főzött, én játszottam. Arra emlékszem, hogy az apukám énekelt nekem sokat. Az anyu nem mert, mert az apu mindig mondta, hogy nem úgy van. Az anyu nem tudott tisztán énekelni, az apu viszont nagyon szépen és nagyon muzikálisan énekelt, csak szerettem, sőt esténként is énekelt az apu. Jó volt hallgatni. Sokat vették ölbe a szülei, sokat ringatták, sokat meséltek. Az anyukám ölében nagyon sokat ültem, az anyu Temesváron született, és ott járt iskolába, a családban magyarul beszéltek, az iskolában pedig románul és németül, és az anyu egy csomó német mondókát tudott, német lovagoltatókat, és arra emlékszem, hogy ezeket a kis hop-hop-hopokat mondogatta nekem, amit ő is a gyerekkorából hozott, és csodálkoztam, hogy mit mond, egy szót sem értek. A szüleim nagyon szerettek olvasni. Mindig azt láttam, hogy olvasnak, az anyu vasalt, vagy főzött, az apu közben hangosan olvasott neki, én úgy félfüllel hallgattam. Akkor volt nagy divat, a Jókai, és akkor mondták, hogy ez milyen jó, olvas te is. Nagyon sok mese, sok-sok játék. Emlékszem egy nagy téli szánkózásokra ott a komlói domboldalakon a szüleimmel. Jó volt gyereknek lenni abban a kis pici családban. Érdekes így, ahogy telik az idő, és most már nekem is unokáim vannak. Csomó minden most jön elő, hogy jé, tényleg, kiviláglik így az emlékeim közül valami szépség. Minden ember életében meghatározó a gyerekkora. Ez biztos, hogy így van. Bizonyos dolgokat hozunk a génekkel együtt, aztán pedig a születésünk pillanatától, vagy még korábban. A környezet is nagyon-nagyon meghatározza, és a minták, ahogy a szüleink élnek, vagy a nagyszüleink, amit látunk, ez olyan tudattalanul raktározódik el bennünk kisgyerekkorban, amit végig kíséri az életünket. A jó is, a rossz is. Ehhez képest próbálunk meg mi is valamivé válni. Hát én első generációs értelmiségi vagyok, az édesapám bányában dolgozott Komlón. Nagyon tisztességes, rendes munkás ember. Nagyon keményen dolgozó, nagyon meleg szívű ember volt. Nehéz első generációs értelmiséginek lenni? Azt hiszem, hogy igen. Csak azért gondolom, mert férjem mondtam ottkor, el is hasonló családból jött Komlóról. Ezt kaptuk volna a szüleinktől, amit mi tudtunk nyújtani a mi gyerekeinknek, hát mekkora előnyt jelent az. Tudom, hogy nagyon szívesen emlékszik a komlói zeneiskolára is. Engem iskolás koromban értek az első igazi zenei élmények, amelyek elkísérnek mai napig is. Most így felnőtt fejjel azt gondolom, hogy nem baj, hogy én nem jártam óvodába. Nekem nagyon jó volt az az otthoni időszak, de akkor kisgyerekén nagyon irigyeltem a barátnőimet. A társaság miatt, a szép óvoda miatt mindig néztem, hogy jaj, oda, ott az udvaron játszanak, és ott van egy kis zöldre festett faház, piros a tete, és abba bebújnak, és ott sútolóznak, és én abba a faházba egyszer, ha bemehetnék. És aztán abba az óvodába egyszer, kétszer, háromszor, aztán bementem felnőttként tovább képzést tartani. És bement a faházba? Nem, már! Most nem vágytam rá. Szóval, amikor én a komlói énekzenei általános iskolába kezdtem el tanulni. Nyilván a Kodálymód szeret. Természetesen, és ott is egy kiváló, nem győzöm elég erősen hangsúlyozni. Országszerte nagyon jól ismert zenepedagógus Tóth Ferenc Feri bácsi tanított engem 8 évig, aztán amikor gyakorlati időre vissza kellett menni diplomaszerzés előtt, akkor ott nagyon nagy élmény volt. Tóth Feri bácsi meghatározó pedagógus személyiség az életemben, és ember, igazi nagy
betűvel. És én azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem nagyon-nagyon sokaknak még. Olyanoknak is, akik nem zenei pályára mentek, sokan mentek zenei pályára. Én is Feri bácsinak köszönhetően én azt gondolom, mert biztos, hogy fogékony voltam a zenére, megnyitott. De ehhez kellett egy ilyen pedagógus, aki olyan csodát művelt a gyerekekkel, és akkora élményeket éltünk át. Hetente 5-ször, mert heti 5 énekóránk volt, és volt 2 énekkar. Ez a kodályi koncepciónak egy fontos gondolat, a nap mint nap éneklés, kóruspróbák, és ettől a fantasztikus énektanár bácsitól olyan élményeket kaptunk, hogy itt a sejtjeimben hordozom. A mozdulatait, a hangját fel tudom idézni, még él a drága, 81 néhány éves. A mondatait, a gondolatait, a tanítását, lehet, hogy most hallatszik a hangomon is, hogy ez milyen volt. Ez a jófajta sírás, az a meghatódás, az nagyon könnyen jön, váratlanul is néha, olyankor is, amikor elhatározom, hogy most nem fogok, mert pedig most nem lehet, mert nem szabad, akkor a legjobban tör rám, és remegek. Így hirtelen tolul a sok érzés, és mindegyikhez emberek kötődnek, akiket nagyon szerettem. Ugye ilyen nagy élmények fűzik Kodálynak a Harasztosi Legénynek című művéhez is? Sok máshoz is, de ezt a Harasztosi Legénynek című Kodály gyermekkori művelt ennek az iskolának, és Tóth Ferenc tanár úrnak írt a Kodály Zoltán. Többször látogatott oda, és kórusművel is megajándékozta azt a 120 tagú gyerekkart. Számon tartja mindazokat, akik az élet útján fontosak voltak. A helyet hűséges típus? Nem is hűséges talán, hanem hála, tartozásérzés. Fontos? De nem fontos persze az, hogyha én kapok, nagyon sok jót kapok. Ezt meg kell szolgálni. Tovább kell adni. Meg kell szolgálni a továbbadással, ezt gondolom. Amit kaptam, meg amire képes vagyok, azt adjam tovább. Nem őrizgetem itt magamnak. Én falun kezdtem el tanítani, akkor azt gondoltam, hogy olyan énekórákat szeretnék tartani, amilyeneken én ültem. Olyan örömöket és olyan élményeket szeretnék átadni, amilyeneket én kaptam. És hogy ezzel tudok hálás lenni a volt tanáraimnak, és mindig-mindig eszembe jutnak mások is, akiktől tanultam aztán az életem során. Nagy nevek is, Forrai Katalin például, akinek a díját is megkapta. És akinek az útját járom, mert ő irányított aztán arra az útra, ami végül most úgy tűnik, hogy a munkám legnagyobb részét teszik. Itt nagyon nagy hálával gondolok rá, és sok szeretettel. Tehát igaziból nem nehéz hűnek lenni. Az vagyok, de inkább hálás azért a sok jóért, sok szépségért, amit kaptam a tanáraimtól és a kollégáimtól is. Én nagyon sok helyen tanítottam, és kiváló idősebb kollégák voltak ott, akiktől sok tudást lehetett szerezni. A gyerekek nagyon mások voltak akkor? Mások voltak, de nagyon sok mindenben ugyanilyenek is. Ugyanúgy nem tűrik a hamisságot, csak őszintén lehet a gyerekekhez közeledni. Ugyanúgy szeretnek játszani, örülni, nevetni. Ugyanúgy lehet velük huncutkodni, és elhitetni velük bármit játékból. Ugyanúgy lehet velük együtt örülni, ha játszunk, meg énekelünk, mint akkor régen. Hogyha kicsikét békén hagyjuk őket, akkor egyszer csak látszik, hogy mennyi minden van egy kisgyerekben, és az egy csoda. Tényleg nem szabad agyon gyötörni őket mindenek. Nem kell állandóan nagy dolgokat várni a gyerekektől. Nap mint nap látom azt, hogy mennyire boldog tud lenni az a kisgyerek, akit most mondok egy ilyen csúnya szót, nem motiválnak agyon, nem kérnek állandóan valami teljesítményt tőle. Tehát, hogy hagyjátok békén a gyerekeket. És ez furcsa, hogy pont én mondom biztos, mert én nekem meg van egy olyan zenei nevelési programom, ami valami program, és valamit nyújt, de én ott is azt tanítom, hogy hagyjátok békét. Nem kell produkciót várni állandóan, főképp ilyen nagyon pici gyerekektől. A ringató program élete főműve. Ez a program akkor született meg tulajdonképpen, amikor én tanítottam a szexádi tanítóképző főiskolán óvónőjelölteket és tanítókat. Akkor kerültem kapcsolatba Forrai Katalinnal.
tanácsot kértem tőle, mert fogalma nem volt arról, hogy mire képes egy óvodás, hogy mit kell tudnia egy óvónőnek ének zenei módszertanból. Arra engem nem tanítottak meg, amikor a diplomámat kézbe kaptam. Óriási kihívás volt, és nagyon nagy boldogság is, nagyon jól szerettem volna csinálni. És akkor ő elkezdett segíteni, és kialakult köztünk egy nagyon erős baráti szakmai kapcsolat, amiért hát megint csak azt mondom, hogy örökké hálás leszek, és vele ástam magam jól az óvodai zenei nevelésbe, és akkor kezdődött az, hogy nézzük, mi van az óvodáskor előtt, és 1991-es Szexhárdon egyszer csak elkezdtem anyukákkal találkozni, kisbabákkal, és ott a kisvárosban ott történt akkor valami olyan, ami hát máig is tart, és nem gondoltam, hogy ide jut. Még visszagondolva erre nagyszerű Komlói Zenei Általános Iskoláról, az egyik volt iskolatársamra, nagyon nagy szeretettel emlékszem, ő a Gyöngyösi Zoli, Povola művész, kiváló, nagyszerű zenepedagógus. Én is csak csodáltam a munkáját, a muzsikáját, a tanítását, a jelenlétét a magyar zenei életben. Egy fantasztikus muzsikus és ember volt, és nagyszerű barát. Sokan mások is vannak ilyen nagyszerű régi barátok, csak a Zolira fájó szívvel emlékezem, mert 2011-ben egy autóbaleset érte. Nincs köztünk a Zoli, talán föntről hallgatja, hogy róla beszélek. Bach Ámor Kubala versenyének általa való átiratával és előadásával most megidézhetjük. Örömmel hallgatjuk őt. Kapcsolata önnek is az égiekkel? Nem szoktam erről beszélni, de elmondom most, hogy mit gondolok. Hogy csoda tudja, hogy mi van abban a világban, amiről most itt mi élők semmit sem tudunk, csak gondolunk rá, vagy én gondolok rá sokszor szüleimre is, és mindazokra, akik ott vannak, és velük kapcsolatban voltam, hogy most mit szólsz hozzá, Kati néni? Látod, hogy milyen sokan vagyunk, mondom Forrai Kati néninek magamban, vagy a szüleimmel, így halkan szoktam beszélgetni, hogy látod, mama, ahogy József Attila is mondta, hogy nézd, mama, kész ez a vers is. Látod, milyen sokan vannak, és mindig tének ellen. Nézd, kész ez a könyv is. Mert az anyukám mondta, hogy miért dolgozol annyit, kislányom, most még egy könyvnek nekiállsz, nem vagy fáradt. Tehát az anyu féltett, hogy látta, hogy szaladok, rohanok, ott a családom. Miért dolgozol annyit, kislányom? Anyu, nem örülsz neki? Na, szóval azt gondolom, hogy valahogy föl kell néha nézni arra fölfelé, hogy látjátok, jó ez így, mit szólsz hozzá? És kapaszkodót ad nekem, meg utat mutat, hogy nagyon jó felé megyek el. Ez még kérdés? Mindig, ez mindig kérdés. Nehogy valami olyat lépjek, vagy tegyek, ami nem illik abba az elképzelésbe, vagy abba a hitbe, amibe bele kell illeszteni. Hát pedig a Ringató 100 munkatársal országos hálózattá bővülve önmagát igazolja, meg a boldog gyerekek és a boldog anyukák úgy szintén. Tényleg így van, csak minden inkább igazolnak valamit nekem, annál inkább meg kell annak felelni, nehogy csalódást okozza. Azért van visszaigazolás is. A múlt héten vehettem át a Magyar Művészeti Akadémiától egy nagyon-nagyon megtisztelő díjat a művészetpedagógusi munkámért. Fantasztikus elismerés, és ez megint csak egy teher.
közben. Valójában ezek az elismerések, akár egy díj, akár a szülőktől jövő sok-sok visszajelzés, rengeteg levél, fénykép, videófelvétel, mind-mind a felelősséget teszi még az emberre, hogy de igen, akkor így kell megfelelni, ezután is. A nagyszerű dolgok mindig nagyon egyszerűek. Ha leegyszerűsítve azt mondom, hogy hiszen Semmelweisnek csak arra kellett rájönnie, hogy kezet kell mosni. Gró Ilonának meg arra kellett rájönnie, hogy vedd ölbe, ringasd és mesélj. Esetleg játsz is vele. Igen, így van. Én is azt gondolom, hogy olyan egyszerű. És így visszagondolok az első tanfolyamra, amikor eljött az az idő, mondta egy kolléganőm, Kismartoni Kati. Együtt írtunk egy kétnyelvű énekkönyvet, nagyon szeretem őt, és azt mondja, hogy miért nem tanította ezt? Olyan jó, amit csinálsz. Hát mondom, Kati, ezt mindenki tudja. Szóval csak bogarat tett a fülembe, és akkor megszerveztem az első tanfolyamot 2006-ban, mert akkor engem már annyi felé hívtak, hogy már nem is tudtam volna olyan sok helyre menni, és megint Forrai Kati nénire hivatkozom, aki azt mondta nekem, hogy minél előbb legyenek utódaid. Kati néni lesz. Néztem fölfelé, és akkor megszerveztem az első ringató módszertani tanfolyamot. Akkor nem csak a lányára gondolt. Nem, Kikire akkor még ilyen szempontból nem is gondoltam. Láttam, hogy érdekli, mert kicsikora óta ő is, meg a fiam is muzsikálnak, de Viki jogi egyetemre járt. Gondoltam az apukája, a férjem, hogy rendes diplomája lesz, és stabil háttere, és valójában ezt nagyon jól gondolta, csak a Viki nem akarja azt csinálni. Szóval vissza a tanfolyamhoz, 2006-ban nagyon sokan ültek ott, és várták, hogy mit fogok tanítani. Előtte én is gondoltam, hogy ugyan mit fogok tanítani. Ezt mindenki tudja, olyan egyszerű. És aztán rá kellett jönnöm, hogy annyi mindent kell erről elmondani. Jaj, még ezt is, várjatok, még ezt nem mondtam. Most már nem tudom, hányadik tanfolyam van. És mire akik hozzánk akarnak csatlakozni, végigülik ezt a 30 órát, addigra belőlük is lesz egy összetartó kis közösség, és úgy mennek el, hogy alig várják, hogy kezdhessék a szülőkkel a foglalkozásokat. Mi is a ringató módszernek a lényege? Hogy fogalmazta meg annak idején? Az egyik cél az, hogy mintát adjunk a kisgyermekes szülőknek arra, hogy hogy lehet foglalkozni a legkisebbekkel. Hogy lehet kapcsolatot teremteni egy megszületett kicsi egy-két hónapos babával. A legegyszerűbb eszköz a művészet. Hogy azt mondom neki, hogy beli buba, beli, és megölelgetem, és altatgatom, ringatom, vagy egy kicsit érintgetem, és azt mondom neki, hogy erre kakas, erre tyúk, vagy csip-csip csóka, és közben egy picit legyögtetem a fenekét. Tehát a művészet az egy olyan nyelv, amivel azonnal kapcsolatot tudunk teremteni a babákkal. Tehát egy mintaadás a szülők számára, én azt a szót kerülgetném, hogy megtanítalak. Nem, mintát adunk, és ha tetszik, vidd magaddal. Tedd a magadévá, és add át, és add. Ehhez a mintához adunk jó zenei anyagot, Kodályra hivatkozva, értékeset, élő zenét, énekelünk a saját hangunk, a saját tekintetünk, a saját érintésünk hozzátartozik a legkisebb gyerekek zenei neveléséhez. A másik nagyon fontos cél, ami én azt gondolom, hogy megkülönbözteti mindenféle hasonló dologtól. Amikor én elkezdtem, semmi ilyen nem volt, ami pici gyerekeknek, szülőknek szólt, utána meg hirtelen nagyon sok minden lett. A másik cél az, hogy mi szeretnénk elérni azt, hogy a felnőttek merjenek és szeressenek énekelni, és átéljék azt, amikor leülünk a szőnyegre, és nagyon otthonias hangulatot teremtünk egy művelődési házban, és a kisgyerekek is ott totyognak, vagy ülnek a anyuka ölébe, akkor merjen énekelni az édesanyja. Magyar népdalt például. És döbbenjenek rá arra, hogy együtt énekelni jó, hogy az milyen felszabadító öröm, kapcsolódj be, énekeljük, és most egy kánont csinálunk ebből, és most megszólal 15 vagy 25 anyuka, és zeng a terem, és mindenki örül. És akkor itt megint visszagondolok Tóth Feri bácsira, hogy mondhattam volna Tillai Aurél tanárulat, akitől Pécset tanultam karvezetést, hogy hát kórus csináltunk a szülőkből. Tehát ezt is szeretnénk elérni, hogy merjenek énekelni, és a közös éneklés élményét éljék át. Meg a közös játékét? Mert játszunk is sokat bizony bőrbéli játékokat a kisgyerekekkel, ahol a gyerekeknek nem kötelező részt venni, és most odautalnék vissza, hogy hagyd békén a gyereket. Nálunk, ha nem akar odaülni a tanyunk ölőbb, akkor nem ül oda. De soha nincs anarchia, soha nincs felfordulás. Öröm van, meg játék, meg nevetünk, csend van, meg békesség, meg nem merünk megmoccani, mert valami új született, meg valami olyan szépség, hogy most ne üssük agyon azt. Ilyen nagyszerű kolléganőim vannak, akik ezt meg tudják teremteni. Hány
könyv, hány CD eddig? Hát van 4 olyan család énekeskönyvünk, amihez CD tartozik, ezek nagy gyűjteménye. Aztán van egy jó néhány gyerekkézbe való könyvünk, meg kellene számolni sok. Szép könyvek, büszke vagyok rá. A Kolibri kiadóval dolgozom 2012 óta, és évente jelent meg egy-két könyv, és tényleg nagyon szép kivitelezésű könyvek. Hálás vagyok nekik. Most elkezdett a lányom is csatlakozni a könyvíráshoz. Neki is megjelent 3 mesekönyve. Ő már óvodásoknak és kisiskolásoknak ír nagyon szép meséket. Gál Viktória mese, és a mesekönyveihez, ami szerintem nagyon érdekes, és nagyon jól gondolta ő ezt át, népzenei CD tartozik mesékbe, beleszőtt a hangszereket, és ezeket a szép-szép dalokat, és nagyon jól hallgató szép CD-ket illesztett mindegyik mesekönyvéhez. Zenéről beszélünk, játékról, hagyományokról, de igazából azt hiszem érzelmekről van szó. És a gyerek személyiségének gazdagításáról és kiteljesedéséről. Pontosan. Így szoktuk ezt leírni is, hogy épül a gyermeki lélek, erősödik a család összetartozás, a kapcsolatok. Ön erős érzelmi kötődés alakul ki az éneklő felnőtt és a játszó kisgyerek, vagy azt is mondhatnám, hogy az éneklő játszó közösség tagjai között is. Az éneklés, a muzsika az mindenek előtt az érzelmekre hat. És a mai gyerekek ugyanígy vágynak a szeretetre, vagy még jobban, mint régen, ugyanúgy vágynak az elfogadásra, az örömökre, az élményekre, az ölelésre. Arra egy picit leülünk, és csináljuk azt, ami jó nekünk. A hajsza nem kell. Ezek az érzelmi kötődések nem csak a családi szövetet erősítik, hanem a nagyobb közösséghez is köt, hiszen magyar hagyományokra épít. Hova tartozom? És ez egy különleges dolog, hogy a határainkon túl is elterjedt a ringató nagyon sok helyen. Felvidéken számtalan foglalkozás vezetőnk van, de Erdélyben és Vajdaságban és a Muravidéken és Kárpátalján is vannak foglalkozás vezetőink és éneklő játszó magyar közösségeink. Felvidéken egészen kiválóan sikerült ez. És szerintlenül nőnek bele a magyarságukba ezek a gyerekek? Valami csoda, ami történik. Olyan éneklő közösségek alakulnak ki, és ott vannak azok a kisbabák, akik a csoda tudja, hogy mikor fognak felnövekedve magyar szót hallani, ha nem mennek ott magyar óvodába, magyar iskolába, tehát elég nagy a küzdelem. És a ringaton összeülnek az édesanyák, édesapák, egyes házasságokból is jön a szlovák apuka a magyar ringatóra, mert a felesége magyar, és annyira jól érzi ott magát. És a ringatóból mennek a gyerekek a magyar óvodába. Nagy szavak jutnak eszembe, inkább kerülgetem, mert nem szeretnék túl patetikus lenni, de tényleg megtörtént a csoda ezekkel a programokkal a külhoni magyarság körében, és távolabbi európai országokban is ott vannak a tanítványaim. Most Manchesterben is ott van egy kiváló népzenész lány, aki most gyűjtögeti a magyarokat maga köré, egészen megindító. Az mikor jutott az eszébe, hogy tovább lépjen, hogy más népek dalait is összegyűjtse, hogy ami magyar hagyományainkat egy szélesebb összefüggésben nyújtsa át a gyerekeinknek. Ez nem nekem jutott eszembe, hanem Kodálynak. Nekem most is ott van az éjjeli szekrényemen a visszatekintés, Kodály útmutatása. És Kodály nagyon szépen leírja, hogy mi lenne a jó, hogy kellene tanítani egy népet, hogy lehet a zenekultúrához vezetni egy egész népet. Élvezetesek ezek az írások, Kodály gyönyörűen ír. Szépen leírja, hogy a néphagyományból kellene kiindulni minden népnek a saját hagyományából. Így a magyar népnek és a kisgyerek először találkozon a saját hagyományaival, a saját magyar népdalaival, ülbüli játékaival, énekes játékaival, de ki kell egészíteni a más népek dalaival is, meg komponált gyerekdal kis műzenével is, de értékes legyen. Tehát amikor én azt mondom, hogy a ringatót a Kodály gondolatokra építettem, akkor ezt az utat követtem. Azt mondom, hogy mit adjunk a legkisebbeknek, értékes zenét, élő zenét, nem CD-t, minden foglalkozás vezető hangszeren játszik, nagy és a néphagyományokból indulunk ki, amit kiegészítünk. És akkor itt a Kodály út. Tehát ez olyan szépen átgondolt, szép rendszer. Bolgár népdalt javasol meghallgatásra a Borsi sorozat Borsi a kertben könyv CD mellékletéből. A lányomnak a könyve Borsi, ez egy kis kutya, egy aranyos kis tacskó, aki igaziból is létezik. A lányom kutyája, ő a főszereplője ezeknek a ringató meséskönyveknek, és a Borsi a kertben valahogy a mesék története úgy hozta, hogy oda kellett illeszteni sok magyar népdal közé, 2 bolgár népdalt is. Nekem különösen nagy öröm, meg különlegesség, mert mindkettőhöz kedves, szép szöveget is írt, ami a magyar népdalokra nem is jellemző, nagyapa és nagyanya, kicsi baba, unoka, hát ilyet nem nagyon találunk magyar népdal szövegben. Tanítottuk ringató mind a 2.
kettőt, az egyikre még ilyen büszkén lovagolhatunk, és imádják. Szekció, hogy viszonyul a ringatókhoz? Nagyon büszkék rá. Nem gondolta senki, én se, hogy ekkorára fog nőni. Nálunk a család férfi szekciója, sőt, még a lányom is jogi egyetemet végzett, de mindenki muzsikál közben. Fiam, ott van két gyönyörű kis unokám is, egy 3,5 éves Zsófika, és 7 hónapos múlt a kis öccse, Tomika. Járnak ringatóra? Igen, szoktak járni, de nekik még kényelmesebb házhoz megy a ringató. Otthon sokat muzsikálunk, fiam, most pengetős hangszereken játszik otthon a gyerekeknek. A lányom is járt az Óbudai Népzenei iskolába, és itt meg kell említenem, mert nagy szeretettel emlékezünk Kobzos kis Tamásra, aki sajnos már nincs köztünk. Viki annyit tanult, nem csak muzsikálni, hanem emberséget is. Szóval nagyon boldog a lányom, hogy ezen az úton járhat, és a férjemről még hagyd mondja, hogy nagyon sikeres a pályáján, és roppant muzikális, de ő gyerekkorában nem tanult hangszert, ezt 50 évesen elkezdte gyorsan pótolni. Az igen. És elkezdett zongoraórákra járni a Dobai Zsuzsához, akit megint csak nagyon szeretünk, de és a férjem szépen minden nap gyakorol ma is. Hát akkor a gyerekek is kétfelől kapják az erős akaratot is, mert azért én úgy érzem, ez is jellemző, kell, hogy legyen Gróilonára. Kell a kitartás. Igen, és az akarat is persze, hogy kell, de amikor az ember olyasmit csinál, amit nagyon szeret, meg amiben nagyon hisz, akkor az az akarat, meg az a kitartás, az úgy jön magától. Persze tényleg nem minden könnyű, és nagyon-nagyon el tudok fáradni, sokszor kompromisszumokat kell kötni. Hát de mindenki ezt csinálja, aki dolgozik, nem? Meg ez egy hihetetlen nagy ajándék az élettől. Ha valaki olyat csinálhat, amit szeret, mert akkor abban öröme lesz, és nem lesz megkeseredett. Sok mindent el tud viselni, ami nehéz. Hát voltak nehézségek, fiatal családosként, hogy nincs lakásunk, nincs pénzünk. El kell menni falura, az iskolának a folyosóján laktunk, miközben már ott volt a kisgyerekem. Tehát mindenkinek ilyenszerű, amit meg kell oldani, és dolgoznunk piszak sokat, és egyik városból költöztünk a másikra, hogy előrébb haladjunk, mert csak magunkra számíthattunk. Felelősséget éreztünk egymásért is, a gyerekeinkért is. Csinálni kellett a dolgot, a feladatot. Hittel, meg szeretettel, meg egymás támogatásával. Ezek a kulcsszavak? Igen. És a művészet, mint kapaszkodó. Nagyon szeretem az irodalmat, a muzsikát, a színházat. Nekem az kell. És ez, ami történt, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen népmesei, hogy egyszer csak ott találtam magam a Budapesten a művészetek palotájában, és úristen, én minden héten ide jöhetek. Még most is, pedig most már 11 éve vagyok ott, és minden héten, amikor tartjuk ott a programokat, akkor is így fölnézek magasra, és mondom, hogy látod, anyu? Vagy látod, Kati néni? És én így, hogy kerültem ide? De nagyon sokat dolgoztunk, a férjem is, és én is, és szerettük, és hittük ezt az egészet, hogy azért jó tud lenni a világ. Olyan végtelen, harmonikus személyiség. Anyukám ilyen volt. Az anya nagyon jó fej volt. Szóval ő mindent olyan jól tudott elfogadni. Igazából ezért is emlegettem a harmóniát, mert meglepett, hogy azt mondta, hogy lelkem ilyen sok a melankólia, hogy ez a Debussy muzsika. Ezért illeszkednék a beszélgetésünk végére. Igen, de lehet, hogy nem melankólia, bár ez volt az első gondolatom erről a zenéről, mikor hallgattam és megszerettem. De mondhatjuk azt is, hogy békés. És szeretem az ilyet, csak nem engedhetem meg magamnak túl gyakran azt, hogy úgy lehigadjak, vagy melankolikus legyek, mondta, mert akkor mi lenne itt a körülöttem levő világgal? Ezt működtetni kell. Akikért felelős vagyok, akiket megszelidítettem, ha úgy tetszik, őket nem szabad cserben hagyni. Thank you.
történet vendége Gró Ilona zenepedagógus, a Ringató program alapítója volt. Gere Erzsébet zenei szerkesztő, Maksai Helga hangmester, Rubin Gabriella gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést 12-én 0 óra 10 perckor újra meghallgathatják. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.